Köd, avagy napsütés? Ez lesz a legnagyobb kérdés ma is, és a következő néhány napban is, hogyha majd időjárás jelentést néznek. Üdvözlöm a kedves nézőket, az M1-en, Fejős Ádám vagyok. Ma még több helyen, nagy területen kisüthet a nap, és felszakadozhat, illetve megszűnhet a köd. Mindennek pedig okozója egy magas nyomás, avagy klasszikus őszi anticiklonális helyzet alakítja időjárásunkat. Itt a Kárpát-medencében. Tőlünk nyugatra jóval mozgalmasabb a helyzet, hiszen pontosabban északnyugatra és nyugatra, egy több középpontú ciklonrendszer hullámzó frontzónájának az előoldali helyzete a jellemző, így déli szelek fújnak a kontinens nyugati partvidékén, illetve még a francia Rivierán is. Több helyen 25 fok felett alakulnak a csúcsértékek arrafelé, de Spanyolország déli felében, déli harmadában nagy területen meghaladhatja a hőmérséklet a 30 fokot, akár 33 fok is lehet. A Kárpát-medence időjárása változékony lesz mindenképpen. Elsősorban ott lehet ködszitálás, ahol megmarad a köd, vagy az alacsony szintű rétegfelhőzet is kitakarhatja a napot. Elsősorban ezeken a területeken, északon, Közép-Magyarországon, északnyugaton és nyugaton. A déli, délkeleti részeken nagyobb valószínűséggel szakad fel a köd, és arrafelé némi napsütés is valószínű. Ahol kisüt a nap, ott van egyáltalán esély arra, hogy elérjük, vagy netán meghaladjuk a 20 fokot. Másutt többnyire 14 és 18 fok között várható majd a csúcsérték. És ezekre a számokra érdemes számítani a következő néhány napban, tehát nagy változás nem lesz. Változékonyság annál inkább napi menettel, tehát ködfoltok előfordulhatnak, akár makacsködről is beszélhetünk, nagy területen várható romló látási viszonyokról. A hőmérséklet minimuma többnyire 5 és 12 fok között alakul majd, viszont ahogy haladunk előre az időben, úgy egyrészt még a napos területeken is mérséklődik a nappali felmelegedés, tehát a vasárnapi 22 fok keddre, szerdára már csupán 19-20 fok lesz, és egyre nagyobb területen maradhat majd meg a hajnalban kialakuló köd. Elsősorban kedden, szerdán már az ország észak-keleti, keleti felére igaz lehet a szürkeség, tehát a melegebb idő némi napsütéssel nyugaton, délnyugaton várható 20 fok körüli maximumokkal. Napra pontosan 60 éve játszotta első presztízs koncertjét a Beatles Liverpoolban Ringo Starr dobossal. Fogadják szeretettel az I Want You című dalukat. She's so